Gőzerővel folynak az előkészületei az Adolf Cukor Filmfesztiválnak Máté Szalkán. Az önkormányzat a Magyar Hollywood Tanáccsal és az Origo Filmstúdióval közösen rendezi meg a kétnapos eseményt. Verseny idén is lesz, ám a tavalyi felnőtt nemzetközi mezőny helyett idén fiatalabb korosztályban gondolkodtak a szervezők. Abból a szempontból egyedi a filmfesztivál, hogy először Magyarországon mindenképpen, de máshol sem nagyon tudunk erről, hogy 12 és 18 év közötti korosztályt szólít meg. Kifejezetten az volt a cél, hogy ilyen fiatalok készítsenek okostelefonjaikkal, vagy bármi más filmes eszközzel maximum 5 perces rövid filmet. És ugye Adolf Cukor életének példája kellett, hogy legyen a sorvezető, az akaraterő, hogy akaraterővel mindent meg lehet valósítani. No, augusztus 31-ig volt a jelentkezési határidő, valóban elég sokan neveztek, a szakmai zsűri, amelyet Szász Attila, Balázs Béla díjas filmrendező vezet, már foglalkozik a filmekkel, és a verseny napokon, tehát 22-én és 23-án 25 filmet fogunk levetíteni a nevezettek közül, azok, akik majd számíthatnak arra, hogy a komoly díjakat megkapják. Az első helyezett például 500 000 forint értékű díjat kap majd, és a dobogósok is nagy értékű nyereménnyel távozhatnak. A versenyfilmek vetítésén túl elismert filmes szakemberekkel is találkozhat és beszélgethet a közönség. Nem csak a professzionális filmes szakembereknek szólnak ezek az előadások, beszélgetések, hanem éppen az a lényeg, hogy bárki, aki eljön Máté Szalkára az ország bármely pontjáról, vagy bármelyik középiskolából, jól érezze magát, és megtalálja azt a programot, ahol olyan információkat hall a film szerelmeseként, amely számára is különleges. Tehát ez egy laza, kötetlen, jó hangulatú két nap lesz a mi látásmódunk szerint, ingyenes filmvetítésekkel, zenével és egyéb különleges programokkal. Az erről tartott tájékoztatón az is elhangzott, a filmfesztivállal egy időben zajlik majd a Magyar Hollywood vetélkedő országos döntője is, amelyre 15 településről érkeznek majd csapatok Máté Szalkára.